Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok, ez pedig a Democracy 4. Imára mondjuk úgy végleges változat megjelent, úgyhogy futunk ezzel pár kört. Hát kezdjük talán mondjuk a USA-val. Akad jó néhány ország alapból, meg azt hiszem a korábbiakhoz hasonlóan be lehet passzírozni egyéb házi gyártású országokat. Majd meglátjuk, hogy találunk-e érdekeseket, vagy sem. Lássuk. Két teljesen közismert párt az Egyesült Államokból. Lássuk, miként tudunk igazán tönkretenni egy országot. Figyelem elő, hogy jó eséllyel az első alkalommal el fogjuk ezt bukni nagyon gyorsan. Ha van ország és koncepció, amit szeretnétek látni, mint folyamat, akkor nyugodtan jelezzétek, hogy mit próbáljunk ki. No, van egy igencsak terjedelmes deficitünk, nem létező népszerűségünk, és többet költünk, mint amennyi a bevételünk, ez mindig jól hangzik. Úgyhogy próbáljunk először termelni, mennyi ponton, mennyi akción van. Fogalmam sincs, 15, nem sok. Az nagyon nem sok. Mit tudunk változtatni valami drasztikus formában? Tudnánk növelni az adók egy részét. Az nem izgat. Hozzunk létre egy új adót. Van-e valami használható új adónk? Nem nagyon. Már abból, amit meg tudunk fizetni. Lehetne a általános, de ez nagyon drága. Kétszer annyi sincs. Szénadó. Az jó ötlet lenne. Akkor úgy látom, annyi az opciónk, hogy kicsit növeljük a meglévő adók valamelyikét. Például növeljük a dohányzásnak a adóterheit. Az egyébként is jót tesz az egészségügynek, ami feltételezem nem olyan egészséges az Egyesült Államokban. Aztán mit tudunk még tenni, ami hasznos? Ugyanígy megnövelhetjük például az alkohol adóját hasonló koncepcióban. Szintén javítja az alkoholfogyasztás csökkenésén keresztül az egészségügyet. És körülbelül ez volt az első körös akciónk. Lássuk, hogy előrébb jutunk-e vagy sem vele. Nem, drasztikusan nem. Természetesen nem fogunk először bevetni tömegpusztító fegyvereket. Drog problémánk akad. Mondjuk meg lehetne korlátozni a drogokat. Ami azért segítene mindenkin. Vagy no, be tudom zárni. Aha, nem volt teljesen átlátható a folyamat. Mit ne mondjak. Hogyan tudunk hozzájárulni a
Hát azzal nem törődünk egyenlőre, az maradhat. Rendőrséget kéne egy kicsit javítani. A sok helyet nem tudunk rajta tolni. Ezeken nem segít. Titkos szolgálat, az mindenképpen érdemes megjavítani, fölhúzni. Négy pöttyöt elköltünk a jobb titkos szolgálatra. Alkohol problémáink vannak. Antiszociális viselkedés. Börtön probléma. Azt nem is tudom, hogyan lehetne kezelni hatékonyan. Magánbörtönök nem segítenek. Mondjuk kicsit fizethetünk. Csökkenti a túldolgot, és javítja egyébként a legtöbb tevékenységünket. Sőt, ez mindenkinek segít. Alapvetően a jobb börtönök. Úgyhogy úgy érzem, ez egy hasznos funkció lenne. És egy picit növeljük az adókat. A 3 pont korlátjáig menjünk föl, úgy érzem az egy vállalható tétel. Kérdés, hogy tudunk-e valami, bármilyen értelmes, a turizmust egy kicsit fejlesszük, az sose fog ártani. Az mindenkinek hasznos. Minimális költséggel csak bevételt hoz. Majdhogy nem csak bevételt hoz. Az mindig érdemes támogatni az ilyen programokat. Legyen viszonylag szabad az önvédelem, mert az úgy normális, ha megvédhetjük magunkat. Előbb-utóbb majd csak lesz itt változás. Kicsit csökkent a hiányunk, úgyhogy alapvetően jó irányba mozdultunk el. Tudunk-e segíteni még a gazdaságon? Technológia fejlesztés az mindig hasznos lenne. Ugyan költség, de hosszú távon visszahozza hasznát a gazdaság növelésével, meg a technológia és a termelékenység növelésén át. Úgyhogy az hosszú távon egy abszolút hasznos lépés. Egészséges kaja. Próbáljunk föllépni a kiberbűnözéssel szembe. Az mindig egészséges lépés. És kampányoljunk az egészséges táplálkozásért. Hát ha sikerül a klasszikus amerikai problémát kezelnünk. Nem túl reális, de ki tudja. Csodák előfordulhatnak. Inkább semmi nem halad sehova. Jó. Egyelőre nem javult semmi. De mondjuk még van időnk. És a gazdaság se javul, ami a nagyobb probléma, hogy a gazdaság sem javul. Próbálunk tovább segíteni a gazdaságon akkor. Hát, ha valamelyik előrébb mozdít.
is tudom, melyikkel járok legjobban. Extra pénz a gazdaságban nem visz sehova. Ez javítja a helyzetet és csökkenti a árakat. Vidékfejlesztés az mindig hasznos és nem is túl drága. Úgyhogy egy vállalható akciónak tűnik. Na, megszűnt a börtön túl zsúfoltság, nem feltétlenül a legnagyobb eredmény, de megszűnt. Persze, hogy küldünk olajért, tehát amerikai vezetőként nem választhatunk olyat, hogy nem küldünk katonákat az olajunk megvédésére. Ez ugye nem is opciós, ez a kérdés. Ez nyilvánvalóan kötelező lépés volt, hogy megvédjük az olajat. Ezen nem is tudom, hogy miért tette fel ezt a kérdést alapvetően. No. Hát tudunk még segíteni saját magunkon. Közszolgáltatások. Erdősítés, könyvtárak. Csökkenti az antiszociális, az remek, akkor ez az ifjúsági programokat megtoljuk. Bűnözést is, meg az antiszociálist is csökkenti, és egyébként pozitív, minimális költséggel. Tehát egy nagyon hasznos programról van szó valójában. Jó. Ezt alapvetően hasznos lenne, de nem most azonnal. Tartsuk tisztán az utcát, étkezési szabályok. Alapvetően ez is egy egészséges lépés, a jobb táplálkozás irányába. Csökkenti a kaját, növeli az egészséget és a kövérséget, csökkenti jelentősen. Úgyhogy miért ne? Az hosszú távon egy jó lépés. Visszaengedjük-e a elment távoli országokba harcoló vallásos katonáinkat? Hogy ne mondjam, radikálisokat? Hát persze, hogy nem. Ha el akar menni külföldre vallásháborút játszani, akkor maradjon ott. Akkor amikor nem olyan szimpatikus, akkor ne akarjon visszatérni. Ez azért nem egy olyan bonyolult mutatvány. Programot fejlesszük-e? Mert alapvetően minden szempontból előnyös. Növeli az internet sebességét. Technikailag jogos, csak... kissé furcsa párosítás. Jó, mit tudunk még tenni? Diplomácia. Alapvetően nem egy haszontalan téma, de tudnánk egészségügyre is költeni legalább annyit. Jó, azt hiszem a legegyszerűbb, ha támogatjuk a közlekedésben. Egyrészt a kerékpár kampánya szinte semmibe nem kerül, és némi hasznot hoz. Aztán kicsit javíthatjuk az egyéb programokat. Fizethetünk a kerékpár használatért, de az már drágább, és annak azért már van némi negatív következménye, annyira nem is. Annyira valójában nincs is probléma vele. Elektromos autót mindenki szeretné, csak elég drága. De egyszer mindenki szeretné, akkor miért ne?
akkor azt hajlandó vagyok megfizetni. Így a adott ciklus elején, hogy még a bevételt, a hasznát megszerezzük. A diplomaták nem annyira egészségesen működnek, a bűnözés csökken, az egészség növekszik. Az olyan fél siker. Akkor már olyan rossz irányba nem haladunk. Bár a gazdaság egyre nagyobb hiánnyal küzd. Úgyhogy valami jelentős gazdasági bevétel növekedést kéne. Nem tudom, honnan fogunk szerezni. Megmondom őszintén. Mi az, amivel annyival előrébb tudnánk lépni a gazdaság terén, hogy előrébb jussunk nagyobb bevételek felé. Mert ez megint egy olyan, ami megfejthetjük a kapitalistáinkat egy picit, de az olyan korlátozottan hasznos. Újabb és újabb mianyagadók. Ez meg költséget ad valójában. Mondjuk ez nem egy rossz opció, a hibrid autókat támogatni. Elfogadható áram mindenkinek jó. De a hiányomon nem segít ez se. Ilyen nyomon valami jelentős akció segítene, valamelyik miniszterünknek problémái vannak. Hát, ez egy jó kérdés. Alapvetően célszerűségi okokból érdemes tiltani, mert jó lenne, ha tudnánk, hogy milyenek a katonáink. Az egyszerűség kedvéért, az egy hasznos funkció lenne, viszont most kellenek új emberek a csapatba, mert némelyik nagyon nem szimpatizál azzal a hozzáállással, amit mi csinálunk. Azt hiszem, igazából az egészet újra szervezzük. Téged kirakunk, téged is. Alapvetően mindenkit. Még valószínűleg őt is ki kéne rakni, de ő maradhat. Ide miért tudunk hozni? Mekkora bevételt hoz? 1,7, az egy jó lépésnek tűnik. Ide kéne egy 1,1 az nem egy jó eredmény, 1,6 az már is szimpatikus. Nyilván lehetne sokkal precízebben kiválogatni, hogy kit szeretnénk, de egyenre csak azt, aki minél nagyobb bevételt hoz. 2-2 az olyan nagyjából stimmel. Az egy igen jó eredmény. 2-1. Egészen fura alapjaink vannak. Nem, mondjuk az arc, az nem tudom, hogy bármihez köthető-e. Nem ismerem föl őket, ha ezek esetleg figurák lennének valahonnan. De úgy látom, egy picit használhatóbb miniszteri tanácsunk lesz. Mert egy alatti eredményből átmentünk majdnem mindenki 2 fölött. Úgyhogy ez azért azt hiszem segít. Hát az egyedülállók azok ne akarjanak adoptálni. Amikor meg lehet választani azt, hogy kinek adunk gyereket, akkor azért legalább várjuk el a lehető legteljesebb környezetet. Ebben azt hiszem nincs mit. Na, elindult végre a gazdaság fölfelé.
No, és ezzel a 22 pöttyel már valami értelmeset talán tudunk kezdeni, valami olyan folyamatot, amiből emberszerű bevételünk lesz. Legalábbis remélem. Legalábbis remélem. Elvileg kapunk újabb 22-t, és akkor be lehet vezetni ezt a egységes adót. És utána ki lehet vezetni egy pár egyéb adót. Úgyhogy azt hiszem, hogy most ez lesz majd a megoldás. Ha nem lesz gubanc. Terjednek az álhírek. Az kutyát nem zavar, azért van a lakon. Na ez a gond, hogy nem tudom bevezetni, mert túlzottan csökkent a opciónk. Már valamelyiknek nem tetszik a tevékenységünk. Úgyhogy nagyon nehéz ezeket a komolyabb adóváltozásokat bevezetni. Mit tudunk abból a 42 pontból? Mindent kivéve azt, amit szerettem volna. Jó. Kicsit csökkenti a... De azért bevételt hoz viszont, és azt szeretjük. Nem vadul akarjuk büntetni őket, de... De egy picit azért büntetjük őket. Adakozzanak egy kicsit. Népszerűségünk egyébként meglepően jó. Indokolatlanul, még ha... hitelállományunk az nem javult, meg a hiányunk se. De elindultunk valami pozitív irányba. Ezt már azért kimondhatjuk. No. Zöld elektronika hosszú távon majd hasznos lesz, de egyenlőre még nem. Ezt még akár be is húzhatjuk. Hát az nem annyira jönne be. Függőleges, hát ez úgy érzem egy picit extrém lenne. Osztalék a dolgozóknak, mi vagyunk mi? Kommunizmus, vagy mi az ez? Iszonyú drágán fölkészülhetünk a változásra. Nem népszerű, de csökkenti a problémát. Idegen nyelv, az se egy haszontalan. Felnőtt oktatás. Jó, szemteszteket azt hajrá, az mindenképpen előnyös. Aztán, amit még tudunk csinálni, hogy egy kicsit visszafogjuk a... Hogy hívják ott? Légszennyezést. Azáltal, hogy javasoljuk, propagáljuk, hogy egyszerre többen utazzanak autóval, szinte semmibe nem kerül és hasznos. Nyilván nagyon jó lenne ugye a adósságunkat megszüntetni, de hát ez ugye az egyszerű sikerül az összes országban egy állandó probléma, hogy ha megszüntetnénk az adósságot, akkor egész jól állnánk hirtelen. Mert a kiadásaink egy jelentős része abból ered egyébként. Merre fut egyébként? Csak úgy, hogy lássuk. 100 milliárd, tehát 10%-a, 11%-át a gazdaságunknak, a bevételeinknek. Az viszi el, a hiányunk kétharmadát az adja, hogy van adósságunk. Ha nem lenne adósságunk, akkor egész jól állnánk. Akarunk-e
széttörni dolgokat. Alapvetően akarunk metolajat ad, és mint Egyesült Államok minden körülmények között akarunk olajat. Ez úgy érzem egyértelmű. Nem lehet más döntést hozni ez ügybe. Jó. Tudunk-e valahol segíteni? Légszennyezés. Jobban korlátozni. Technológiai támogatás, azzal nincs gubanc. Ezek már a saját programjaink. Nem akarunk változást. Nem is tudom, hogy miért volt benne változás. Ha volt egyáltalán. Na, alkoholizmus, tudunk rajta segíteni? Nem annyira. Tanúvédelem. Hát, az halad a maga részén, amennyire látom. Alkoholszabályok nem fogjuk betiltani. Alapvetően hasznos, és szinte senkinek nem okoz gondot. Nem drága. Vagy inkább azt mondom, hogy nem olcsó. A drága az azért túlzás, a nagyon nem drága. Fúziós kísérletek. Na, az drága. Az már lehet drága. Adóztassuk meg a gazdagokat, az mindig egy jó ötlet, az még soha senkinek nem okozott problémát. Ha gazdagokat el akarjuk adóztatni, az még soha senkinek nem okozott gondot vezetőségként. Azt mindig szerették a gazdagok, és utána támogatták aktívan, ugye? Blaszfémia! Hát ez egy jó kérdés. Higgyünk a szólásszabadságban, tegyünk úgy, mintha komolyan vennénk ezt a dolgot. Meglepően népszerűek vagyunk egyébként, úgy bizonyos értelemben indok nélkül. Na, annak problémáink nyomokban halad a megoldás felé mindegyik, de csak nyomokban. Az oktatás terén kellene egy kicsit javítani, mert bizonyos fajta munkaerő hiány van, úgyhogy egy kicsit beletolunk az oktatásba, hát ha az előrébb segít. Hát, ha az segít összességében nekünk. Jó. Úgy érzem, ott valami nem teljesen stimmelő sem működött. Állami iskolák. Hűj! Kicsit drága. Kicsit nagyon drága. Azon egyenlőre nem nagyon fogunk tudni fejleszteni. Abortusz. Ennél nagyjából jó helyen van. Jó, a 4 év a választások közt, az tiszta sor.
fizessünk többet a tudományos programokra, az mindig hasznos. Azzal még rosszul nem jártunk. Két ciklusnál többet nem uralkodhatunk. Azt miért változtassuk meg? Na, megszűnt a kövérség. Sikerült lefogyasztanunk az Egyesült Államokat. Ha ez nem olyan teljesítmény, ami kiváló eredmény, akkor nem tudom mi az. Hát, még azt az asztmát megszüntetjük. Vagy egyéb problémát. Alkohollal terén is javul a helyzet. Ha alakulnak itt a dolgok, Hát nem a gazdaságunk. Bevételeink nem nőnek, a kiadásaink meg igen. Jó. Valami olyasmi, ami alapvetően olcsó és hasznos. Erdősítés például nem hangzik rosszul. Olcsónak már azért nem mondanám. De alapvetően egy hasznos lépés. És még barátságos is. Büntetővámok. Az mindig segít, ha büntetjük a dolgokat. Új autót azért annyira ne propagáljunk, hogy új autót vegyenek aktívan. Kriptoadó. Egy érdekes koncepció. Ez visszafogná a technológiát, ami sose jó hír. Ez egy érdekes kérdés, hogy tegyük-e nyíltá adókat. Ugye az egyenlőséget jelentősen javítaná. De úgy érzem, most nem e felé akarunk haladni. Luxus termékek adóztatása. Hát az most nem a mi körünk. Ez jó kérdés. Maradjunk inkább az oktatás felé. Úgy érzem, ott előrébb jutunk. Tisztogassuk egy kicsit, szedjünk szemetet, az mindig hasznos. Egyébként úgy látom, hogy meg fognak választani, ami meglepő. Nem gondoltam volna, hogy ez egy sikeres program lesz, ez a akármit is csinálok most. Ez egy jó kérdés, de azt mondtam, hogy higgyünk a szabadságokban, legyen az gyülekezési vagy szólás, úgyhogy most is engedjük. Majd kiderül, hogy jó vagy nem jó. Hosszú távon, mint ötlet. Hogy állunk gazdaságilag? Hát nem indult fölfelé a GDP. De leginkább azért, mert nincsen megfelelően képzett szakember árda. Ha jól láttam, a képzésünk nem eléggé alapos. Bármennyire is próbálunk azon a téren javítani. Nem annyira valami valódi hasznos oktatást próbálnánk kezdeni. A fiatalok boldogak, mert politikust játszhatnak. De az annyira nem segít. Ez alapvetően javítja az oktatást. De csak korlátosan segít.
minden máson. Hát, végezzünk szülői oktatást, hogy jobb szülőket képezzünk. Az valahol nem egy haszontalan funkció. Ezek a legtöbbek. Kicsit csökkenthetjük a korrupciót. Nem hiszem, hogy olyan drasztikus probléma lenne, bár fene tudja. No, és mit tudunk még tenni? Ezzel korlátozhatjuk a energiacégek túlterjeszkedését. Persze, hogy megvédjük a olajvezetékeinket precíziós csapásokkal. Na, csak elindult a GDP. Bár az a baj, hogy a bűnözés is elindult egy picit fölfelé, amit nem veszek jó néven. A terv az lett volna, hogy az nem indul el sehova. Szabályozzuk a vezető nélküli autókat. Azt alapvetően mindenki számogatná egyébként. Végülis miért ne valamilyen fajta szabályozás legyen ez ügybe? És akkor az első választásokig most már elkúszunk. Most lehetne tenni ígéreteket, hogy majd ez meg az lesz. 50%-kal emelni a GDP-t. Aha, az egy olyan reális opció, hogy azt úgy valaha is megejtjük. 25%-kal csökkenteni a... Nem teszünk ígéreteket. Minek? Úgy látszik, működik, amit csináltunk. Indokolatlan. Nem gondoltam volna, hogy működik. Mert úgy leginkább össze-vissza tettünk. Ó, nukleáris fegyverek. Fincsin hangzik. Az majd érdekes opció lesz, hogy más országokkal, amiknek nincs ott, azokkal be lehet-e vezetni, hogy akkor legyen, fejleszünk ki. Az egy érdekes ötlet. Az egy érdekes koncepció. No, mit tudunk itt még tenni? Jó. Sokat repülőket megadóztatni. Valóban lenne benne valami opció egyébként. Jó, próbáljuk a kistermelőket fejleszteni, segíteni otthoni programokat. És azért korlátozzuk ezt a dohányfogyasztást, az nem helyén való. Jó, mit tudunk még tenni ebből az öt pögyből? Ahhoz egyenre nem akarunk nyúlni. Alapvetően. Jó. Mennyit akarunk bankokat korlátozni? Na, ez viszont minden szempontból hasznos, hogyha az újrahasznosítást a lehetőségekhez képest támogatjuk. És igazából egy hasznos lépés. Tiszta energia, hát egy szinten túl nem tudjuk támogatni, mert így is komoly anyagi problémáink vannak. Hát lássuk, azt ígérte, hogy simán
nyerni fogunk. Na és egyébként úgy néz ki, hogy igen. Ugyan a lakosság fele egyáltalán nem szavazott, vagy a szavazó képesek fele, nem is tudom pontosan, de a nagy többség megszavazott minket. Ami meglepő összeg. Ami alapvetően meglepő. Pedig sehol, hát egyébként mindenütt elég jól állunk. A nem szavazók azok, amik brutálisan nagyok. Olajfogyasztást jelentősen csökkentettük. Egészség. Alapvetően úgy látom jó irányba haladunk, leszámítva, hogy mocsok drága ugye fenntartani a programjainkat. Egészségügyi igény az csökkent, annyival sikerült az egészséget javítanunk, hogy olcsó fenntartani az egészségügyet. Olajár csökkent, egyedül a dollár értéktelenedése az, ami durva. Alapvetően szinte minden olyasmi csökkent, aminek csökkenni kéne, és nőtt, ami hasznos. Úgyhogy alapvetően egy jó irányba tettünk lépéseket, azt hiszem. Ez, amikor a gazdaság is csökkent, az már nem annyira jó hír. Pedig úgy éltem, hogy ott eléget tudtunk tenni annak érdekében, hogy azzal ne legyen gond. Na, a legtöbb akciónk olyan nagyjából egy szinten maradt. Olyan nagyjából semmilyen szinten vagyunk, és erősen kapitalista irányba. Ez úgy érzem egyébként egy nem olyan vészes pozíció. Ennél lehetne sokkal-sokkal rosszabb is. No. Jó. Akarunk-e valakit kirúgni? Ez egy jó kérdés. Kérdés, azt szavazzuk meg, hogy ki az, aki nem kell. Hát akkor ezt a kettőt kipakoljuk, mert ők nem annyira támogatják a mi aktuális igényeinket. Ugyan őket is lehetett volna, de annyira nem szükséges, úgy érzem. Mondjuk olyan sokkal jobbra se tudom lecserélni. Na jó, azért egy alattiak voltak, úgyhogy egyértelműen előrébb másztunk. De nem olyan nagyon, mint ahogy vártam. Nincsenek olyan nagyon megfelelő emberek. 1,6 a legjobb, amiket tudunk hozni. Na mindegy. Azért egy picit segítettük magunkat. Nyilvánvalóan egy a mi érdekeinket kiszolgáló résztvevőt kívánunk, és akkor legközelebb folytatjuk a második ciklusunkkal, meglátjuk, mire megyünk az alatt, már ennyi.